Több csatornás finanszírozást képzel el az állam a modellváltáson átesett egyetemeknek. Stumpf István, a területért felelős kormánybiztos szerint a modellváltás esélyt kínál arra, hogy az egyetemek kiszabaduljanak az állami békjóból. A modellváltás ellen tiltakozók szerint azonban az egyetemek autonómiája sínli meg az átalakulást. A stúdióban Stumpf István. Aki a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos volt, alkotmánybíró, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, itt van. Én is! Ön az egyetemek modellváltása kapcsán, amikor a kormányzat hol szép szóval, hol meg talán némi nyomásgyakorlással terelgeti az egyetemeket ide-oda-amoda, azt mondja, hogy történelmi esély. Az ellenzék, meg nagyon sokan az egyetemek világából is, akiket politikailag nem is nagyon lehet hova írni, meg azt mondják, hogy inkább történelmi elherdálása a lehetőségeknek. Hát, mitől történelmi esély ez? Hogy látja ön? Attól történelmi esély, hogy ennyi pénzt és ilyen lehetőséget egyetlen kormány sem teremtett a felsőoktatásnak. Ez a jövőbe történő beruházás, igen komoly támogatással, igen komoly lehetőségteremtéssel. A modellváltás nem több, mint esélyteremtés. Esélyteremtés arra, hogy egy egyébként korábban elég bürokratikus struktúrából kiszabadulva, az egyetemek a saját innovációs kapacitásukat, képességeiket mozgósítva, igazodva a piaci viszonyokhoz és a globális társadalom és tudástársadalom kihívásaihoz, maguk is keresnek lehetőséget arra, hogy hogyan tudnak versenyképes tudást átadni a magyar fiataloknak. Ez egy nagyon fontos történet. Akkor ezt a kettőséget miért érezhetjük mégis? Az egyik oldal azt mondja, hogy ez remek, a másik oldal azt mondja, hogy ez botrány. Hát azért, mert egy évvel vagyunk a választások előtt, most nem akarom ezt tisztán politikai dimenzióba helyezni, hanem inkább azt gondolom, hogy az elmúlt 20-25 év az egy állóvíz volt az egyetemek életében, és kialakult a teljesítmény visszatartásnak a kultúrája és a struktúrája. Nagyon erős status quo erők vannak az egyetemeken, akik megszokták azt, hogy az állambácsi az minden körülmények között megoldja a finanszírozást, plusz teljesítményeket igazából, hogyha valaki elért egy bizonyos szintet, akkor nem is nagyon kényszerítenek ki. Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan szigetek, ahol minőségi teljesítmény és minőségi tudás van. És a fiatal oktatók ne törekednének arra, hogy jó órákat tartsanak, de miután elég alacsony a fizetés, elég sok helyen kell, hogy eladják a munkaerejüket azért, hogy olyan bevételre tegyenek szert, amivel a családjukat el tudják tartani. Ez a mostani modell felkínálja azt a lehetőséget, hogy egy helyen komoly fizetést érjenek el, és koncentráljanak arra, ami a feladata az egyetemi oktatásnak, hogy foglalkozzanak a hallgatókkal, hogy bevonják őket a kutatásokba, hogy megteremtsék a hidat a piaci viszonyok felé, és a különböző fenntartók, meg a piaci szereplők is bejöjjenek az egyetemekre, és lássák, hogy milyen képesek. Nem lesz abból nagyon komoly autonómia kérdés, hogy piacosítják az egyetemi milyen működést? Milyen típusú autonómia? Hát, hogy például amelyik nem hoz pénzt, az a tanszék, az nem olyan fontos. Az a tantárgy, az nem olyan fontos. Az az oktató, az nem olyan fontos. Én azt gondolom, hogy ugye van legalább négy fajtája az autonómiának, pénzügyi, gazdasági, szervezeti autonómia és tudományos oktatási autonómia. Én azt gondolom, hogy a pedagógus képzés persze az nem piacosítható. Ott kitüntetett feladata maradt továbbra is az államnak az, hogy minőségi megrendelésekkel, finanszírozva a képzéseket, bizonyos indikátorokat beépítve, arra késztesse, kényszerítse az egyetemeket, hogy olyan pedagógusokat képezzenek, akik majd a magyar fiatalokat tényleg... Akkor közbevetőleg hadd kérdezem, ugye az a rendszer lényege, hogy az 50%-át a költségvetésnek ezután is finanszírozza az állam. A másik 50% is, ez kerekített, és ez nyilván egyetemenként változik, az meg a saját forrásból megy. Ki lehet azt mondani, hogy az az 50%, ami az állami források része, az pántlikázott lesz? Tehát például a pedagógus képzésre, vagy olyan területek képzésére, amelyik gazdaságilag kevésbé jelentős, hát de tudományos értelemben nagyon? Az biztos, hogy a pedagógus képzés, miután ez egy olyan terület, ami nem piacosítható, ismételten hangsúlyozva, az kitüntetett felelőssége és feladata lesz továbbra is az államnak. Tehát szerintem az új típusú finanszírozási rendszerben, ami szeptember 1-től vélhetően elindul, és nem csak a hallgatói létszámra, meg a hallgatói megrendelésre épül, hanem a tudományos kutatás finanszírozása és az infrastruktúra fenntartása is másik két lábként beépül mellé. Biztos, hogy ebben a rendszerben be kell, hogy épüljön ez. Érzékeltem én is, én 10 egyetemet látogattam meg az elmúlt 2 hónapban. Érzékeltem azt Szegedtől Pécsig, hogy félnek a pedagógus képző intézmények attól, hogy mi lesz velük. Nem lesz egyszerű a jövőt megoldani, nem csak azért, mert nem piacosítható ez a fajta képzés,
képzés, hanem azért, mert folyamatosan csökken a hallgatói létszám is. 10%-kal kevesebben lesznek az adott korosztályban 20 év múlva. Nagy verseny fog elindulni a hallgatókért. Szerintem ugyanaz fog történni, mint ami velem történt Sárospataki gimnáziumban, hogy a szegedi egyetemisták jöttek kampányolni, hogy menjünk a szegedi jogi karra, és ne a budapesti jogi karra, vagy a pécsi jogi karra megyünk. Tehát az egyetemek is arra kényszerülnek majd, hogy a legjobb hallgatókat megpróbálják már a középiskolai státuszban megszerezni. Van néhány nem kifejezetten szakmai típusú kérdés, ami foglalkoztatja a közvéleményt. Az egyik az az, hogy százával, sőt ezrével kaptak különböző egyetemek ingatlan vagyont. Amivel kapcsolatban elég nagy lehet a csábítás, hogy az adott pillanat pénzügyi problémáit ingatlan értékesítésekkel, némi mutyival meg lehessen oldani. Ilyen-olyan adásvételektől tartanak azok, akik közel vannak ezekhez az intézményekhez. Mit gondolja? De ez alaptalan félelem. Én azt gondolom, hogy ezek az ingatlanok, amiket az egyetemek tulajdonba kaptak, ezek a működésükhöz kellenek. Tehát az egyetemek a működésükhez szükséges ingatlanokat kapták tulajdonba, hogy felelős gazda módjára bánjanak vele, és persze az alapítványok meg különböző támogatásokat kaptak, leginkább ugye a Corvinus Alapítvány kapott nagyon jelentős állami részvénypakettet, pontosabban a MOL és a Richter részvénypakettjét, más egyetemek nem tudnak ilyet kapni, de elég világossá vált, hogy azok is, akik ilyet kaptak, kettős biztosítással, elővásárlási joga az államnak, illetőleg, ha az állam nem él az elővásárlási joggal, akkor elővásárlási joga az adott cégnek azokra a részvénypakettekre, amiket kaptak az államtól. Nem lehet kivinni abból a körből, abból a közfeladatból, amire kapták. Mire kapták? A felsőoktatás minőségének a javítására és a felsőoktatási tevékenység fordítására. Le van az írva valahol? Ezek írva az ingatlanok nem eladhatók más célra? Eladhatók az ingatlanok, de ha nincs szüksége rá, de vissza kell fordítani a befolyó pénzt ugyanarra a célra, amire kapta az ingatlant. Hát ugye itt utána már csak az lesz a kérdés, hogy mennyire adták el az ingatlan. De ennek az állami számbevőszék, meg ott... Hosszú folyamat nyilván. Nem, az alapítványokban ott van a felügyelőbizottság, ott van a vagyonellenőr, és ott van még egy olyan cég, amelyik vizsgálja folyamatosan a tevékenységét. Az nem úgy van ám, hogy csak így hasraütök, és akkor oda kiprivatizálom, vagy odaadom. Nem privatizációról van szó. Egy olyan közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány tulajdonába kerül át az egyetemi vagyon, amely erre a célra használhatja csak fel. Tehát Magyarországon négy típusú egyetemről beszélünk. Beszélünk egy állami fenntartású egyetemről, beszélünk a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány tulajdonában lépő egyetemről, beszélünk magánegyetemről, és beszélünk egyházi fenntartási egyetemről. Ez négy különböző terület. Na, hát hogyha már közbeszerzések, pénzek, mutyik. Néhány közbeszerzés nélküli pályázat vagy megbízás egészen pontosan megborzolja a kedélyeket, amik az alapítványokhoz fűződnek. Nem lesznek ezek, vagy feltételezhető, hogy mitől ne legyenek ezek kormányközeli kifizetőhelyek ezek az alapítványok? Hát én szerintem nem áll érdekükben, a kuratóroknak sem áll érdekükben, még ha van közöttük politikus is, kormánypárti politikus, hogy azzal lehessenek vádolhatók, hogy ők a kormányközeli cégekhez viszik ki a megrendeléseket. Nekik kell elszámolni a nyilvánosság előtt, sőt, a ellenőrző szervek előtt is, hogy betartják-e a vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályokat, amiket minden egyetemnek elő kell állítani. A vagyongazdálkodási szabályzat része az új egyetemi nomenklatúrának. Tehát nem lehet össze-vissza járkálni. Ezek olyan típusú vádak, amik nyilván nem elkerülhetők itt a választási kampányhoz közel. Ez csak a kampányon múlik? Hát ebben az országban élünk mindannyian, tehát azért látunk ezt-azt. Így van. Kampánytól függetlenül. De most akkor miért gondolnánk azt, hogy akkor nem vetődne fel az egyetemeknél? 21 egyetem került ebbe a formációba. 21, és maradt 6, aki állami fenntartású. Gyakorlatilag az egyetemek jelentős többsége úgy gondolta, szenátusi többségi határozattal, hogy számukra lehetőséget teremt ez a mostani új forma, és ezt a lehetőséget akarják kihasználni. Nem lesz egyszerű történet, tehát én nem gondolom, hogy ez egy zászlós menet, és nem gondolom, hogy minden felsőoktatás problémát megold a modellváltás. Én azt gondolom, hogy majd most fog jönni a finom hangolás, most kell, hogy együttműködjenek az egyetemek, átadni a legjobb tapasztalatokat, és ezért próbáltuk összehívni például már a modellváltott egyetemek elnökeinek a fórumát, ahol nagyon érdekes volt látni, hogy minden egyetem kialakította a saját kultúráját, a saját egyéni kultúráját, teljesen más egy MOME modell, mint például a Miskolci modell, vagy például a Corvinus modell, vagy netalántán a Széchenyi modell, és nem csak az irány az egyetemnek, hanem például, hogy hogyan teremtenek kapcsolatot az üzleti szférával, és hogyan próbálnak az egyetem számára minél több bevételt elérni.
De én azok közé tartozom, aki végigjárta az egyetemi létrán, így jutottam az egyetemi tanárságig, én szeretném minél nagyobb hangsúlyjal megőrizni az egyetem alapvető értékeit, és nem a piacosítás és a business type of viselkedésnek a dolgait támogatni. Nagyon kényes egyensúly van ezek között, de az nagyon fontos, hogy az egyetemek is érzékeljék azt, hogy körülöttük megváltozott a világ, és igazodni kell. Mennyire szól bele az egyetemek alapítványának működésébe, a kuratórium működésébe, a felügyelőbizottság működésébe a politika? Kérdezem ezt azért, mert ugye az egyetemi demokrácia az társadalmi érdek, nem csak az egyetemi világ érdeke, az egész társadalomé. És kérdéses az, hogy az a demokrácia egy egyetemen belül mennyire lehet teljes és sokszínű, amikor kizárólag a kormány által kinevezett és a kormányhoz köthető, a kormánnyal valamiféle baráti kapcsolatot valamilyen oknál fogva ápoló üzletemberek, politikusok, egyetemi tanárok kerülnek különböző pozíciókba. Hát ez egyrészt nem egészen így van, mert ugye a miskolci polgármester is éppen most került be a Miskolci Egyetem kuratóriumába, aki nem... Azt hiszem, hogy ő a kakukk tojás az egész rendszerben. Nem, majd szerintem a Pécsi Egyetemnél is látni fogják Szili Katalin kuratóriumi tagságát, és szerintem, hogyha megnézik majd az új egyetemek kuratóriumának az összetételét, akkor egyértelműen azt lehet mondani, hogy az egyetemek kuratóriumai megpróbálják tükrözni azt a sokszínűséget, amit az adott régió képvisel, tehát, hogy benne legyen egy akadémiai ember. Nem véletlenül írtam levelet Fraj Tamásnak, az akadémia elnökének, hogy a tudományegyetemek kuratóriumai tagságára akadémikus tagságokat jelöljenek. Ezek közül számos javaslatot figyelembe vett. Nem véletlenül írtam levelet az adott egyetemek rektorainak, hogy küldjenek javaslatot, hogy kikerüljenek bele a kuratóriumba. Ezekből is nagyon sokat figyelembe vettük. Meg fogják látni, hogy ez a hipotézis, meg ez az általánosítás, amit az ön kérdésében benne van, ez egyszerűen nem állja meg. Hát ugye az első példák voltak ilyenek, lehet, hogy az ön szándéka egészen más, mint az első példákon, amit lehetett érzékelni, és egészen biztosan, hogy az SZFE ügye az olyan súllyal nehezedik rá a teljes modellváltásra, ami el is viszi a balanszt ebbe az irányba. Ez biztos. Az SZFE ügyére egy pillanatra megállva. Volt már energiája, ideje ebbe mélyen belemenni? Például megkérdezte az SZFE korábbi vezetőit és a mostanit is? Sőt, vitatkoztunk is. A Bibó kollégium szervezett egy online konferenciát, ahol Upor László is részt vett ezen. Ott azon elég alaposan vitatkoztunk erről a kérdésről. De úgy gondolom, hogy az SZFE ügye az nem a modellváltás. Az éppen egy kivétel, az éppen bizonyos értelemben egyfajta baleset, és én nagyon remélem, hogy ilyen baleset a jövőben nem fog. De a baleset áldozatait kezelni is tudja? Nagyon remélem, erre törekszik. Ugye az SZFE-t most kizárták az Európai Művészeti Egyetemek közösségéből is. Igen, szerintem mindent meg fog tenni majd az SZFE azért, hogy visszakerüljön. Önnek van dolga ezzel? Nekem elvileg nincsen, én később álltam be ebbe az egész folyamatba, az SZFE az ősszel történt, én februárban vettem át ezt a dolgot, de természetesen állandóan előkerül ez a dolog. Én nagyon szeretném, hogyha 21 egyetem közül ugye egy az SZFE, de a másik 20-nál ilyen problémák nem fordulhatnának elő. Köszönöm, hogy itt volt, köszönöm a válaszait. Köszönöm.